Az a feladatunk, hogy legyőzzük az őrült Gideon üzletház biztonsági csapatát. Azt reméltem, hogy keményen odacsapunk és észrevétlen távozunk, de Michael-t már is lefülelték, és talán rá is húzzák a vizes lepedőt. Elnézést, uram! Az úriember megkért, hogy kövessem az irodába. Egy kicsit aggódtam, mert ezek az alkalmazottak egyben biztonsági őrök is, szóval nem tudom, mennyire agresszívak. Úgy tűnik, Michael-t elkapták, de öreg róka ő, és megérezte, hogy meleg a helyzet. Pár perccel korábban. Mire a biztonságiak elkapták, már tiszta volt, mint a hó. Nem látták, hogy hátulról benyúltam, kivettem a zsebemből, amit elvettem, és a másikkal együtt visszatettem a dobozba. Megszabadultam tőle. Felmentünk az irodába. Amint beléptem, Gideon és ez a fickó, aki egyébként erről híres, azonnal lekaptak a tízkörmömről. Lopáson kaptak a boltomban. Nem vettem el semmit. Láttad, hogy eltette, ugye? Igen, láttam. Michael azonban gyorsan kapcsolt, és így Gideon nem tudta elkapni. Gideon egyre idegesebb ettől az egésztől. Tegyétek ki a nevét, hogy eztán tudjuk, kivel van dolgunk. Michael megúszta a lebukást, de kiesett a játékból, és üres kézzel távozott. Fél órája vagyunk bent, és csak egy 1580 dolláros fényképezőnk van. Most rajtam és Jenniferen a sor, hogy nagyot kaszáljunk. Megnézzük a tévéket? Ha beérünk a videó részlegre, az a legfontosabb, hogy ne tűnjünk gyanúsnak. Csak egy átlagos párnak, akik tévét akarnak. Azt szeretném, mégpedig most azonnal. Jennifer érdekesen kívános mostanában. Almát vagy ajókát kérsz? Egy első osztályú videoprojektorra vágyik. Mi voltunk az üzletben azok, akik a legkevésbé valószínű, hogy lopni jöttek ide? Azért járkáltunk körbe az emeleten, hogy pontosan belüljük, ki van körülöttünk. A legjobban a minket szorosan követő eladó aggaszt. Valószínűleg jutalékot szimatol, de ha így folytatja, üres kézzel kell hazatérnünk. Segíthetek valamiben? Csak nézelődünk. Amikor elfordult és elhúzott, Paul-lal rögtön láttuk, hogy eljött az idő. Automatikusan jeleztük egymásnak, hogy kezdhetjük. Mielőtt Jennifer felakasztja a projektort, el kell vágnom a biztonsági láncot. És benne vagyunk a pálcban, ha riasztóra van kötve. Nagyon kockázatos húzás. De vállaltam. És megvan. Semmi szirénázás. Most Jennen a sor. Minden erőmmel arra összpontosítottam, hogy szép finoman beakasszam. Kevesebb, mint 20 másodperc alatt kihalászta a projektort. A horgon volt a szoknyája alatt. Mehetünk? Jól vagy? Csak azt remélem, hogy észrevétlenül kikerülünk innen. Igazán akkor lett húzós a feladat, amikor már rajtam lógott a szoknyám alatt, és le kellett mennem vele a lépcsőn, mert sokkal nehezebb volt a projektorral a lábam között mozogni, mint gondoltam. Nehogy elesj! A súly hátra húz, én pedig próbálom megtartani az egyensúlyt. Minden oké? Okay? 5 perc alatt érünk el az üzlet bejáratához, de már majdnem kint vagyunk. Ekkor értünk oda ahhoz a kis rámpához, amelyről teljesen megfeledkeztem. Meg kellett másznom. Képtelen voltam egy lépést is tenni felfelé, elakadtam. Teljes erőmből nyomom. Nem nézünk ki valami jól. Úgy teszünk, mintha Jennifernek fájna egy kicsit a háta. Valójában bármelyik pillanatban kipottyanthatott egy projektort. Oly közel a kijárat, de mégis milyen hosszú az út innen oda, anélkül, hogy lefülelnének. Komolyan átfutott az agyamon, hogy belebukunk. Pár másodperc alatt kijuthattunk volna az őrült Gideon boltjából, amikor csapdába jutottunk. Egy rámpa vezet a kijárathoz.
Hogy mászol fel egy rámpára a lábad között himbálózó projektorral? Teljes erőmből szorítom a projektort, és megpróbálom felvonszolni magam, de a térdem nem mozdul. Olyan volt, mintha hátra akarnék esni. Végre Paul megértette. Visszamentem, és szó szerint feltoltam a rámpán, hogy eltakarjam a projektort, ha hátra csúszna. Na és most el kell mennünk a külső biztonsági őrök mellett. Csak annyi a feladatuk, hogy az ilyenekre vadásszanak. Mosolyogtunk, nevetgéltünk. Ez a cica a magáé? Nem, nem, ez bolond. Egyenesen a szemükbe néztünk, és mentünk a parkolóba. És folyton azon járt az eszem, hogy elkapnak-e. Akkor fognak el, amikor éppen távozunk. Tarts ki! Jól csinálod. Nagyon büszke vagyok rád. Már közel vagyunk. Tessék, sikerült. Ez volt életem leghosszabb gyalogútja. A lopott tárgyak összértéke meghaladja $4500. A laptop nélkül is kihoztunk majdnem $5000 értékű kütyüt kevesebb, mint egy óra munkával. Szerintem nem semmi. Ideje, hogy megmutassuk Gideonnak és a többieknek, hogy lenyomtuk őket. Jennifer volt a titkos fegyverünk. Igen, tegnap lettem terhes. A csapatunkban gyorsan mennek a dolgok. Próbálja elhagyni a boltot ezzel. Csak bedöcög a kismama, és kidöcög ezzel a $4000 kivetítővel a lába között. Gideon ettől teljesen padlót fogott. Szerintem Gideon levonta a tanulságot. Kiderült, hol vannak a gyenge pontok. Elgondolkodtunk a ránk váró feladatokon. Az őrült Gideon áruháza a legtöbb üzletnél keményebb hely, ezért jól esett átverni a biztonságiakat. Magasra pakolom őket, aztán mehetnek. A mai portyánk után a Gideon lesz az utolsó hely, ahonnan valaki lopni akar majd. Ezek a fickók most már mindenre készek. Én a magam részéről visszamegyek a kaszinókba, ahol már vár ránk a következő rajtaütés. Közreműködött Szokol Péter, Bartók László, Vári Attila, Juhász György, Ősi Ildikó. A magyar változat munkatársai Kovács Zsuzsa,